Ez a légyfogó, ez is körülbelül 50 éves. Ez hogy működik? Ez úgy működik, hogy ide alulra egy papírra mézet teszünk, ide beleöntünk ecetes vizet, rátesszük a fedőt, és a légy alá megy a mézre, fölrepül, és nem tud kijönni, beleesik az ecetes vízbe, és elpusztul. Ez volt neki a haszna. Ez egy sütemény kikenő, torta kikenő kés. Ebben kell megkenni a torta. Hány éves ez a kés? Ez körülbelül 100 körül van, mert ezt már pesti nagynénitől örököltük. Ez szintén 70 év körüli süteménykészítő, darált keksz készítő. Ötös kis húsdaráróra lehetett rárakni, és a tésztát megkészítettük, akkor az kidaráltuk rajta, és megsütöttük, és ez jó volt. Ez meg az a dereje szaggató, amivel szoktuk a derejét metélni. Ez az. Ez mennyi idős? Ez is még a nagyanyámé volt. Valamikor, az már 30 éve az is meghalt. Úgyhogy 100 év körüli. Ez egy spiritusfőző. Ez imitálva van, mert nincs meg neki a saját fezéje, elzárója. És ez is imitálva van, mert nincs meg neki a spiritus tartója. De ez így, oké, mindenhogy jó. És akkor a spiritus beleöntöttem, éjszaka, ha a gyereknek kellett melegíteni ennivalót, és mikor megmelegedett, ezt a saját lapátját így rátettem, elojtotta a tüzet, és levehettem a kisedényt, és kész volt, etethettem éjjel a gyereket. A saját vasalom, ez körülbelül 50 év körüli, az első években kaptam, mikor összeházasodtunk. 52-53, pontosan nem tudom megmondani, de nagyon régi, azt tudom. Hogy működik ez a vasaló? Ez annak idején fával, meg csutával tüzeltünk. Bele tettük, még benne van az is. Pókháló, kisevettük. Beletettük a parazsat, aztán lezártuk, és hogy életre kapjon, szítsuk azért, akkor így kellett lóbázni. Erzsike a résztárgyak nagy gyűjtője. Számára ez a fajta fém az ember lelkét tükrözi. Bár többségüket nem ő használta, mégis sok mindent tudott róluk. Ebbe tejet tartottak. Kávézásod, vagy külön valahogy forró tejet, vagy forró tejet tartottak. Ez a kancsó már inkább az előkelőségnek volt a kancsója, az előkelő urak vagy hölgyeknek a tejázására, vagy a kávézására használták. Egy nagyon régi, ez is egy kb. 80 vagy 100 éves kancsó. Na réz, és nagyon szeretem a réz dolgokat, mert én úgy érzem, hogy ezek a réz dolgok, ezek az embernek a lelkét, a szimbólumát, a színét, a szívét, minden tükröz. Ez a kis törött kis kancsó, ez annak idején, amikor még a tejszín nem volt látható, vagy nem, szóval nem volt az, hogy tejszín van, hanem a tejnek a tetejét leszették, akkor még nem volt tejszín, ebbe tárolták, és a kávéba így belöntödik. Sajnos már egy kicsikét eltört. A régi konyhai eszközök bemutatásán túl egy kiállítástól szokatlan bemutatkozásra is sor kerülhetett. Úgy gondoltuk, ha már konyha a téma, akkor legyen valami ehető is tulajdonképpen, és mivel azt nem tudtuk megoldani, hogy helyben főzzünk és süssünk, de azért meghirdettük a háziasszonyok között a kedvenc receptem, kedvenc süteményem felhívást, ami azt jelentette, hogy ha valakinek van egy olyan sütemény receptje, amit szívesen megosztana másokkal, netánten el is készítene belőle egy anyagot, egy adagot, és azt ide elhozná a megnyitóra, hogy meg is kóstolhassuk, akkor azt megköszönnénk. Ezzel a lehetőséggel a megnyitó végén nem csak szép élményekkel gazdagabban, hanem jól lakottan is mehettek haza az oda látogató érdeklődők.